Ez a Hírek Plusz, a Szolnok Televízió napindító híradása november 17-én szerdán. Köszöntöm nézőinket! A Covid fertőzés felszínre hozhatja a cukorbetegséget, ráadásul ha már cukorbetegek gyakrabban kerülnek súlyos Covid fertőzéssel kórházba. A november 14-i cukorbetegség világnapon erre és az oltás fontosságára is figyelmeztet a szakember. A diabétesz ugye egy krónikus civilizációs betegség, éppen ezért világszerte ugye nagyon sok embert érint. Ma a világon körülbelül több mint 415 millió cukorbeteget becsülnek, és a becslések szerint még 193 millió betegnél nem is diagnosztizálták a diabéteszt, és előre láthatólag 2040-re, hát várhatóan 642 millióra fog nőni a világ teljes lakosságát érintő cukorbetegeknek a száma. Ez Magyarországon mit jelent? Hazánkban mintegy 1,1 millió felnőtt, és több mint 5000 gyermek él ezzel a betegséggel. Hát ez egy nagyon nagy szám, de már megkockáztathatjuk azt is, hogy 1,5 millió cukorbeteggel is számolhatunk, csak még nincs mindenki diagnosztizálva. Miért olyan nehéz a diagnosztizálás? Hát egyrészt azért, mert a betegek nem figyelnek a tünetekre, és éppen ezért elég későn jutnak el a szakrendelésre vagy a házi orvosukhoz, pedig nagyon egyszerű tünetei vannak a diabétesznek, és felismerhetővé kellene, hogy legyen az emberek számára. Nagyon sok folyadékfogyasztással társul, megnő a vizeléseknek a mennyisége, jelentkezhet esetleg bőrviszketés, nagyfokú fáradékonyság a betegek tekintetében, fogyás, hízás egyaránt társulhat hozzá, nagyon magas vércukorértékek esetén főként a fogyás az, ami előtérbe kerülhet. Aki nem volt cukorbeteg és covidos lesz, annál biztos, hogy ugye volt rá hajlama, hogy cukorbeteg legyen, a Covid általában felszínre hozza a cukorbetegséget. Aki pedig már cukorbeteg volt, és úgy lesz covidos, annak sajnos nagyon meg tudja emelni a vércukorparamétereit, fel tudja borítani az anyagcseréjét, és nyilván a kezeléssel utána kell menni az ellátásnak. A cukorbeteg egy legyengült immunrendszer rendelkezik, sokkal nagyobb a elkapott fertőzéseknek a lezajlásának a menete, sokkal súlyosabban jelentkezhetnek náluk, és az oltás azért mérsékelheti a súlyos szövődmények kialakulását, illetve magának a betegségnek a lezajlását is. Ahogy így rálátunk, nagyon sok a cukorbeteg. Tehát én azt gondolom, hogy 10 emberből 6-nál biztos, hogy a cukorbetegség előtérbe kerül, és ugye most ne felejtsük el, az oltatlanok ugye előtérbe kerülnek. Én sajnos azt látom itt a napi gondozásban, hogy nagyon sok nem vállalja fel az oltást, nap mint nap elmondjuk a betegeknek, hogy fontos az oltás, de például csak a tegnapi napra rátekintve 14 beteget, ha nézek, abból 7-8 nem volt beoltva. Tehát ez nagyon nagy szám, és az a baj, hogy még most sem hiszik el a betegek, hogy mekkora létjogosultsága van az oltásnak. A kórházban lévő súlyos állapotban kezelt covidos betegek ugye általában inzulinra szorulnak. Ha kikerülnek a kórházi osztályról, akkor pedig rögtön nálunk a cukorgondozóban jelentkeznek, és mi folytatjuk tovább a gondozásukat. Ez lehet átmeneti inzulin kezelés, és utána tablettára áttérhetünk, vagy pedig örök életére inzulin kezelésre szorul a cukorbeteg, attól függően, hogy a hasnyálmirigye mennyire lett érintett. Aki eddig egészséges volt, annál is a szervezetet módosíthatja, hiszen ez nem csak a cukorbetegek anyagcseréjét mozgatja meg, hanem az egyéb szervezetet is, hiszen ugye a citokinvihar nem csak a hasnyálmirigyet tudja megbolygatni, hanem gyakorlatilag az egész szervezetet, a hormonrendszert, nagyon sokat találkozunk, hogy a pajzsmirigy működés felborul, van mikor csak átmenetileg, de akkor is bele tud avatkozni a vírus a hormonrendszerbe. Felboríthatja akár a menstruációs ciklust, de ezek általában átmenetileg szoktak érvényesülni.
Jásznagykun Szolnok megye esély szociális közalapítványa több mint 30 éves működése során rendszeresen szervez házasság hete programsorozatot a házasság népszerűsítésére. A tavalyi Covid helyzet miatt nem került erre sor. Idén új ötletként nem előadásokat, hanem kiállítást szerveztek. A más szempontú megközelítés frissülést hozott felhívásuk nyomán 20. századi házasság relikviákat gyűjtöttek össze, csaknem 20 lakos beküldött emlékei mellett a könyvtár és a múzeum anyagai is megjelennek a tárlaton. Mi azt szoktuk mondani a múzeumban, és nem csak a néprajzosok, történészek, a régészek is így tudják, hogy a ember életnek három fontos pillanata van, a születés, a házasság és a halál. Ha ezt elfogadjuk, és belegondolva mindenképpen ezek a meghatározó pillanataink, akkor azt kell, hogy mondjam, nem lehet túlértékelni a házasságnak a szerepét egy ember élet, a társadalom élet, a család életében, és rögtön, hogy mondjam, mert nekünk nagyon szerény részünk van. A múzeum gyűjteményében nyilván nagyon sok fotó idézi föl a házasság pillanatát. Azért ezt a kor embere is, mióta fényképészet létezik, fontosnak érezte, ha csak ekkor egyszer rendeltek fotográfusmestert, akkor biztos, hogy az a házasság kötés vagy a frontra indulás pillanata volt mondjuk a század előn. Nagyon érdekesek ezek a képek, hiszen a 20. század csak 100 évet ölel föl, és nem biztos, hogy mindenkinek föltűnik. Az első képeken 1902-1912, ezek éppen múzeumi gyűjteményből néhány, talán családi albumból is származik, még igazán nem alakult ki a rituálé. Valószínűleg az emberek nem elég tehetősek ahhoz, hogy csak erre az egyetlen egy alkalomra ruhát készítessenek. Tehát jellemző módon nem csak a század elején, még talán a 20-as években is inkább a vasárnapi úgynevezett templomba járó viseletbe látjuk a házas sulandókat, és majd a 30-as évekre alakul ki a most ismert gyakorlata, hogy úgymond mennyasszonyi ruhába, a vőlegény öltönybe, később már csináltatott, és valószínűleg bérelt smokingokba látjuk a férfiakat a képen. Én úgy gondolom, hogyha az esküvői képeken keresztül is, de egyfajta társadalom fejlődést és korizlés fejlődést, sőt fotót, technikai fejlődést is levonhatunk 100 év fotóanyagán, nagyon izgalmas így nézni, és én pedig nem titkolom, nosztalgiázok, amikor egy-egy patinás műteremnek a nevét, vizitkárta formába elkészült képeket, nagyon kezdetleges, de nagyon kedves fekete-fehér fotókat látok. Egyébként belegondolok, én is nősember vagyok, egyesküvőm volt, és nem szeretnék többet, de hát akkor az én időmben már volt annyira szerencsém, már ez is a 20. században van, hogy akkor már a VHS kazettás videó volt a technika csúcsvívmánya, tehetőse, pláne nagy létszámú lagzinak a teljes költségét, ahol ugye ki kellett a zenészeket, a virágdíszeket, az étkezést, a felszolgálást, az italt fizetni, ez már csak a költség oldaláról is emlékezetes nap volt minden családban. Miért ajánlja ezt a kiállítást a szolnokiaknak? Kétféle ember van, akinek már volt esküvője, és akinek lesz esküvője. Mind a kettőnek ajánlom. Nagyon érdekes, és még egyszer mondom, hogy gyakorlatilag a házasság felől közelítjük meg a 20. századot, de itt a képek, sorok, számlák, mellékletek között ott van az egész század. Az, hogy hullámzik az emberek életmódja, tehetősége, egyáltalán milyen igényességű ruhába tudnak elmenni, hogy alakul ki aztán napjainkra egy valóságos iparág ebből a házasság iparból, ez a kiállítás nagyon jól dokumentálja. A legjobb öt között a Versegi Ferenc könyvtár. Az intézmény az Erzsébet Novum díjért száll versenybe. A könyvtár pályamunkájának a témája egy krimi nap, a nyertes szervezet, illetve intézmény ötletét jövőre meg is valósíthatja. Ez az Erzsébet Ifjúsági Alapnak, az ifjúsági szervezetnek a pályázata, és gyakorlatilag azért indultunk rajta, mert szerintünk megtestesíti azt a pályázat, amit mi is itt csinálunk az ifjúsági részlegben. Tehát ugye nagyon három alappillére volt a pályázatnak, az együttműködés, az innováció és a önkéntes tevékenysége a fiataloknak. Tehát itt gyakorlatilag olyan pályázatot kellett beadni, hogy a fiatalokkal hogyan tudunk az ifjúsággal megvalósítani egy projektet. És mivel mi mindig ezt csináljuk már 2015 óta,
hogy minden egyes programunkat, projektünket a srácokkal együtt dolgozunk ki, tehát ők részt vesznek a megvalósításban, a szervezésben, az ötletelésben, most ezt így fordítva mondtam. Gyakorlatilag ez nem tűnt akkora nagy dolognak, hogy mi újra akkor nekivágjunk, és persze a pályázati pénz megszerezzük gyakorlatilag. A Innováció a Fiatalokért címmel indult ez a pályázat, és nagyon meglepődtünk, hogy bekerültünk az öt legjobb közé, bár igyekeztünk tényleg megvalósítani ezt a három alappillért. Azért kriminap, mert amúgy meg van egy Agatha Christie körünk, ezt nagyon-nagyon szeretjük, és ott jöttünk rá arra, hogy mennyire szeretnek a srácok játszani, mert hogy nem egyszerűen olvasunk ezen a krimi körön, tehát nem csak ezt csináljuk, hanem gyakorlatilag egy büntényt szoktunk eljátszani, egy rejtélyes büntényt, aminek vannak maszkók, vannak díszletek, amivel Kriszti szokott nekünk segíteni, és ez valahogy mindig sokkal élvezetesebb, mint hogyha csak olvasnánk mondjuk ezt a krimit. Gyakorlatilag magát a kultúrát próbáljuk közelebb hozni a mindenkihez. És mivel ez minden generációhoz szól, ezért nekünk ez most egy kihívás is, hogy olyan programot próbáljunk a fiatalokkal szervezni, ami gyakorlatilag az idősebb korosztályt is, vagy a gyerekeket is megszólítja. Mindenki, aki belép a könyvtárba a kriminapon, az automatikusan egy büntény részesévé válik. Ez úgy fog kinézni, hogy szerepkártyákat fogunk kiosztani, összesen 8-at, és lesz valahol elhelyez egy holttest a könyvtárban, és mindenféle nyomok. És hogyha van kedve az olvasóknak, akkor kinyomozhatják a büntényt, és a helyes megfejtést leadhatják. Nyilván nyereményt fogunk is sorsolni a helyes megfejtők között. De ez csak önkéntes, ha valaki csak gyorsan be akar nézni, akkor nem kötelező ezzel a rejtéllyel foglalkozni. A könyvtárnak minden terén a kriminek valami más részével fogunk foglalkozni. Az ifjúteremben nyilván az ifjúság, a gyerekkönyvtár is be fog kapcsolódni. Az első emeleten van a művészeti szalon, ott tea és süti mellett olvasmányélményekről lesz beszélgetés. A második emeleten Jack Reacher témájú szabadulószobát fogunk berendezni, elsősorban a felnőtteknek. A krimin belül is rendkívül sok különböző műfaj van, tehát hogy van a cozy mystery, ami arról szól, hogy egy csendes kisvárosban mindenki nagyon boldog és nagyon jó közösség, és hogy mellékesen történik egy gyilkosság is, de nagyrészt arról szól, hogy mennyire jó barátok ők. Van a kemény lövöldözős, kémes krimi, ahol folyamatosan gyilkolnak az emberek. Az animében is van egy csomó krimi, például a Death Note. Van történelmi krimi, például a Böszörményének az Ambrózi Báró sorozata. Van a klasszikus Sherlock Holmes, Poirot. Úgyhogy bárki megtalálja azt a krimiben, amit szeret. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Hírek Pluszban, friss hírekkel, információkkal. 19 órától várom ismét önöket az Aktuálisban. Tartsanak akkor is velünk, szép napot, viszontlátásra!